Köszöntöm kedves nézőinket, Heti Ars című magazinműsorunk következik, melyben vendégünk Saffer István, a Kiskörösi Egymi intézmény vezetője. Köszöntelek a stúdióban. Szeretettel köszöntelek én is, és a hallgatókat és nézőket is. Azt szerintem sokan tudják rólad, hogy több generációs pedagógus családból származol, és 1992 óta dolgozol Kiskörösön. De egy kicsit menjünk előrébb arra például, hogy hol nőttél fel, és hogy milyen volt a gyerekkorod. Hát én 1967-ben láttam meg a napvilágot, Kecelen születtem, és egyébként császártöltési vagyok. A nevem után Saffer, ugye, tehát félig vagyok csak sváb, édesapám sváb családból származott, édesanyám pedig magyar, Szálas Valériának hívták. Édesanyám még hárman voltak testvérek, és már az ő apukája is kántortanító volt. Tehát a pedagógus véna az valóban innen ered, hogy ő kántortanító, és egyébként ők is hárman voltak testvérek, nagyapámék, és ott is kántortanítók voltak a családban. Aztán édesanyám is pedagógus volt, ő óvónő volt, és volt neki két testvére, Szálas Gabriella és a Szálas Béla. Szálas Béla aztán le is doktorált, ő is tanárember, középiskolai tanár volt, és Baján dolgozott, és a Szálas Gabriella pedig nagyon híres grafikus művész volt, ő rajzolta például a Frak, a Mézga Géza, vagy a Bubónak a hátterét, és ezt esetleg kevesen tudják. Mikor jött el az életedbe az a pont, amikor rájöttél arra, hogy te a pedagógus pályára szeretnél lépni? Hát igazából az a pont, hogy én pedagógus szeretnék lenni, az elég későn történt meg. Ugyanis a továbbtanulással kapcsolatban volt egy nagyon tragikus esemény a családban. Én nagyon korán elvesztettem az édesanyámat, hetedikes voltam, amikor ő meghalt hosszú, súlyos betegség után. És a továbbtanulással kapcsolatban ott a pedagógusok is, a császártöltési pedagógusok is tanakodtak, hogy mi legyen belőlem. Volt az Angeli Matyi bácsi, akire a mai napig nagyon szívesen emlékszem, ő zenei pályára szerette volna, arra terelgetett volna. Kecskeméten a Kodály Zoltánba mehettem volna, és illetve volt egy nagyon erős, hogy én maradjak a családban, mert a bátyám Baján tanult, és aztán végül is Bajára kerültem, a Tűr István Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskolába, ahol postaforgalmi szakon aztán érettségiztem, és mivel nagyon jól sikerült az érettség, és jól tanultam, ezért a nagybátyám, a dr. Szálas Béla is preferált arra, hogy ott élt Baján, hogy azért én tanuljak tovább. És ott volt a szomszédban a tanítóképző főiskola, és én jelentkeztem is a tanítóképzőbe, ahol fölvettek, és akkor már azért éreztem, hogy kezdek elköteleződni a pedagógus pálya iránt, és így jött aztán az, hogy a tanítóképzőt 1988-ban elvégezve, ott ismerkedtem meg a feleségemmel, és Kelebiára költöztünk, és ott kezdtem el tanítani 1989-ben. Ott még egy teljesen átlagos általános iskolába tanítottál, ha jól tudom. Így van. A Kelebi általános iskolába kezdtem a pályafutásomat, és azt mondjam, hogy tanítóként bedobtak a mély vízbe, tehát hogy mindenfélét kellett tanítanom. Amit elvégeztem a tanítóképzőben, az énekszene szakkollégium volt, és volt is egy nagyon jól működő énekkarom, de minden mellett például a kémiát kellett tanítanom, amit az élet nagyon szerettem, viszont nagyon-nagyon kellett rá készülni. Tehát hogy az életem az arból állt abban az időszakban, hogy bizony hazaesett az ember keményen a munkából, akkor fölkészülni másnapra, este 9-kor beesünk az ágyba, és másnap reggel kezdjük azt éppen a gyerekek nevelését, oktatását, napi 6 órában. Tehát, hogy azért ott nem kímélték az embert, mert hogy az volt a jelszó, hogy teher alatt nő a pálma, és úgy gondolom, hogy a fiatal pályakezdőnek igenis bele kell kóstolni abba, hogy igen, tapasztalja meg azt, hogy mi az, hogy dolgozni, mi az, hogy munka. Ez fontos. Innen vezetett az utat Kiskörösre? Kiskörösre úgy kerültem, hogy olyan magánéleti dolog történt az életem, hogy elváltam a feleségemtől, született egy kisfiam egyébként, akit Tamásnak hívnak, és ő is most már 30-on túl van, és akkor gondolkodtam is, hogy maradjak-e Kelebián, vagy jöjjek vissza, és aztán visszaköltöztem végül is a szülőfalumba, császártöltésre, és munkát kerestem. És hát az általános iskolákban nem volt hely, hanem itt a környéken a speciális általános iskolában volt Kiskörösön hely. És akkor a kelebiai kollégák azok mindig mondták, hogy jaj, oda nem menj, ezek szörnyűek, ezek a gyerekek, úristen, oda nem menjél, nem menj. Voltam itt, akkor Szemkő Péter volt az igazgató. Elbeszélgettem vele, és úgy döntöttem, hogy én ebbe
belevágok. Hát el kell mondjam, hogy semmi különös nincs ezekben a gyerekekben, ugyanolyan gyerekek, ugyanolyan szeretetre éhesek, ugyanúgy lehet őket nevelni, oktatni, tehát hogy egy nagyon jó döntés volt, úgy gondolom az életemben, hogy én ide kerültem, és akkor az az iskola, ugye ez még itt volt a Rákóczi utca elején, ahol most a Csányi Virágbolt van amellett, illetve a Szentpéteri Borháznak az épülete volt az iskolának a főépülete, van egy kis kudvar tartozik még hozzá, de a WC például hátul volt a gyerekek számára egy hátsó sarokba, és egy elég kis iskola volt. Akkor még nem is volt magas a tanuló létszám, ilyen 60-70 körüli. A tanuló létszámunk akkor kezdett emelkedni, amikor például a keceli iskolát megszűnt ott a tagozat, és átküldtek ide vagy 20 gyereket, és akkor már nehéz volt ezeket a gyerekeket elhelyezni. Úgyhogy így kerültem ide a speciális iskolában annak idején 93-ban. Ugye mondtad, hogy semmi különös nincs abban, őket is ugyanúgy lehet nevelni, de azért biztosan nehezebb szerintem, vagyis hát én kívülállóként úgy gondolom, hogy nehezebb azért speciális nevelési igényű gyerekekkel foglalkozni, mert hogy ők azért nagyobb figyelmet igényelnek, nem? Úgy gondolom, hogy a kompetenciák fejlesztése az minden pedagógus számára nagyon fontos. Ezt nekem is meg kellett tennem, amikor aztán 96-ban a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai tanárképző főiskolán diplomát szereztem, tehát hogy kell hozzá a gyógypedagógiai diploma, kell hozzá az a fajta hozzáállás, hogy el kell fogadni ezeket a gyerekeket, és ezeket a gyerekeket egyébként nem sajnálni kell, hanem fejleszteni kell, tehát dolgozni kell velük. És úgy gondolom, hogy ha az ember fejleszti a kompetenciáit, és rájön arra, hogy neki mi az erőssége. Mert hogy aztán volt itt egy olyan intézményvezető ennek az intézménynek az életében, aki először csak helyettesként volt jelen, őt úgy hívják, hogy Radisné Szerencsés Terézia, aki tényleg az erősségekre építkezve adott feladatokat a kollégáknak, és nem csak a kollégákat, hanem mi a gyerekeket is úgy neveljük, hogy az erősségeikre építkezünk, a pozitív megerősítésben hiszünk abban, hogy mindenki tehetséges valamiben, csak meg kell találni a pedagógus dolga az, hogy ezt álljuk föl és keressük meg. Ugye 2001-ben megépült az EGMI, a mostani Kiskörösi EGMI-nek az új épülete, ahol egy ugye, szakmai megújulás is végbe ment. Milyen volt, tehát össze lehet-e hasonlítani a 2001 előtti időszakot a mostani időszakkal esetleg? Ugye nyilván évtizedekről beszélünk, de hogy nehezebb volt mondjuk a 2001 előtti időszak? Össze lehet hasonlítani, igen, és... Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a régi iskolában a 90-es évek végére ott elérkezett egy olyan, hát úgy mondjam, hogy fordulópont az intézmény életében, amikor azért nem ott tartottunk, ahol most. A gyerekek motiválatlanok voltak a tanítási órán. A szülők bizony akkor jöttek be, amikor nekik úgy gondolták, hogy dolguk van, nem jártak szülői értekezetre. Nagyon sok volt a tanulói hiányzásunk. Tehát, hogy és ennek az irányítója, az összefogója volt Radisné Szerencsés Terézia, akivel leültünk közösen, és arra kerestünk választ, hogy milyen pedagógiai módszer van arra, hogy megpróbáljuk a gyerekeket motiváltabbá tenni, hogy a szülőket is érintsük meg, vagy hívjuk be őket, lássa meg, hogy a gyerek mit csinál a tanítási órán, tegyük őket érdekelté. És akkor első körben találtuk meg a Lépésről Lépésre programot, a pedagógus körökben ismert talán a Step by Step program, ami egyébként egy óvodára íródott program, ami tevékenység központokba tényleg a megtapasztaláson alapuló belső motivációra építő tanulást helyezi előtérbe, mind a mellett, hogy projektben dolgozik, és bevonja szépen a szülőket is a projektoktatásra. És ez sikeresnek bizonyult. Aztán beindítottuk a projektoktatást az általános iskolánkba, felmenőrendszerbe, és mellette a kooperatív tanulást. A kooperatív tanulás az együttműködésre épül. És akkor egy-egy osztályba beindult ez a kooperatív technika, hogy gyerekek csoportba ülnek, csoportmunka van, és aztán a kollégák így belestek. Egyik-másik kollega belesett a másikat, hogy csönd van, itt a gyerekek dolgoznak. És tényleg és aztán egyre több gyerek kezdett el iskolába járni. És aztán például az a szülő, aki két évvel ezelőtt följelentette, vagy három évvel ezelőtt följelentette az iskolát valamiért, hazavíve a gyerek munkáját, mert ugye a tanulói portfólióban gyűjtjük a gyerekek munkáját, hazaküldjük a szülőknek, hogy nézze meg, hogy hogyan fejlődik a gyerek. Ő írja rá a gyerek munkáira, hogy köszöni szépen a pedagógusok munkáját, hogy ilyen szépen megtanították írni, olvasni. Tehát, hogy egy teljes váltás történt ebben, tehát onnan, hogy motiválatlanok a gyerekek, onnan, hogy a szülők, bocsánat, én láttam forgótáros pisztolyt, és azzal is bejöttek az iskolába, tehát, hogy onnan eljutni oda,
hogy egy partner alapon működő, egy nyitott intézmény, ahova nem csak, hogy, nem csak hogy kinyitjuk az ajtót, hanem várjuk is a szülőket. Például egy projektzárón a szülők bejönnek, és ők készítik el ott az adott élelmet. Ők főznek, sütnek, hoznak be dolgokat. De be vannak vonva a projektek által a hétvégékbe is. Tehát a gyerekek visznek haza például egy kabala naplót, és akkor most hazaküldi az osztályfőnök, hogy mi történik azzal a kis macival. Tehát, hogy számos olyan eszköz van a pedagógusaink kezébe, amivel, és úgy gondolom, hogy ez már nagyon hangsúlyos, a szülőkkel való kapcsolattartást lehet erősíteni. Valóm egyébként, hogy ma sokkal nagyobb hangsúllyal van a pedagógiai fejlesztő munkában az, hogy milyen a kapcsolata a pedagógusnak a szülőkkel. Szülők nélkül nem érhetünk el eredményt. Tehát, hogy ez 20-30 évvel ezelőtt még lehetett, hogy mi becsukjuk az ajtót, és itt megtanítalak benneteket valamire, ma már ez lehetetlen. Ha a szülővel nem fogjuk egymás kezét, és nem akarunk egyet, akkor a gyerek el fog veszni, és nem tudunk célt érni. Ha a szülő is ugyanazt követi, amit mi, és a gyógypedagógiai intézmény, ez még halmozottan fontosabb, gondoljunk itt csak például, ez egy nagyon speciális terület az autizmussal élő gyerekekre. Tehát, hogy a szülő is megfogadja azokat a módszereket, alkalmazza otthon, amit a gyógypedagógus mond neki, akkor bizony jönnek szépen lassan az eredmények. És azt azért el kell mondjam, hogy a mostani intézményünknek, és akkor visszatérve itt a kérdésre, ugye nagyon szerencsésen nálunk az történt, hogy a szép új iskolát megtöltöttük nagyon jó szakmai tartalommal. Lépésről lépésre program, projektoktatás, kooperatív tanulás, és aztán kinyitottunk. És jöttek a szülők, jöttek a szakemberek nézni, hozzánk tanulni. Én például tartottam olyan órát, ahol egy államtitkár volt jut benne nálam, és 17 szakiskolás gyerekkel tartottam, ezek nagy lókötő gyerekek voltak, bemutató órát. Tehát, hogy jött egy váltás. Aztán az is hozzátartozik ehhez, hogy a Radicsné Szerencsés Terézi, akinek már többször mondtam az emlét, de úgy gondolom, hogy ő a szakmában, a gyógypedagógus szakmában is egy kiemelkedő egyén volt. Az ő meglátása volt az, hogy be kell hozni a köznevelésbe a minőségbiztosítást. És ez nem valami eleknekség. Egyébként 30 évvel ezelőtt, ha tőlem valaki megkérdezte volna azt, hogy a pedagógus szakma az szolgálat vagy szolgáltatás, akkor azt mondtam volna, hogy az egy nagyon szép szolgálat, bocsánat, elnézést kérek. De azért azt kell, hogy menjünk, hogy változnak az idők, az szolgáltatás is. Tehát nekünk vannak partnereink. Ott vannak első körben közvetlenül a gyerekek. Vannak közvetettek szülők, egyéb partnerek, családsegítő, rendőrség, védőnői szolgálat, és sorolhatnám, pedagógiai szakszolgálat. Tehát, hogy nekünk a partnerek visszajelzésére figyelnünk kell. Ugyanis ott látjuk meg, hogy milyen változást kell eszközölni a mi munkánkba. És egyébként mi a mai napig mérjük minőségbiztosítási kérdőivel, épp aktuális, mert decemberben szoktuk ezt a mérést elküldeni, a gyerekek, a kollégák, a partnerek, a szülők körében mérjük az elégedettséget. És egy ilyen kérdőivel nagyon szépen kirajzolódik az, hogy mik azok a területek, ahol nekünk változtatni kell, mire kell jobban odafigyelni. És azt is látjuk, hogy mik azok a területek, amik kiemelkedőek, amit jól csinálunk. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy értelme van a munkánknak. Az is jelzés értékű, úgy gondolom, hogy 29 településtől hoznak ide gyerekeket. Ez azt jelenti, hogy Kelebiától, Tompától egészen Szabadszállásig ide hozzák a szülők a gyerekeiket, ami nagyon fontos abból a szempontból, hogy tükrözi azt a fajta munkát, amit itt a kollégáim elkötelezetten végeznek. És tényleg azt és a szülőket kérdezve azért hozzák ide, mert látnak fejlődést a gyerekekbe. Ezt a fejlődést pedig az alkalmazott módszerek adják. Tehát, hogy nagyon fontosak azok a pedagógiai módszerek, és itt például egy olyan érdekes kérdés, hogy van most ez az iskolaőrség. És a tankerület intézményeiben van is, és egyébként, ahol az iskola működik, de én úgy gondolom, hogy a mi intézményünkben talán az eddigi munkánknak a megcsúfolása volna az, hogyha én egy őrt odaállítanék azért, hogy felügyelje azokat a gyerekeket, akiket vagy esetleg nem úgy viselkednek, mint ahogy kellene. Tehát én úgy gondolom, hogy a mi intézményünk törekvései mindig is az volt, hogy pedagógiai módszereket találjunk, és vannak, mert van ebbe fejlődés, a tudomány folyamatosan, a pedagógia is egy tudomány. Tehát folyamatosan jönnek az eredmények, a mi dolgunk az, hogy keressük meg ezeket, és alkalmazzuk ezeket a eredményeket. Például csak egy példát említek, azért a Teris ugye halála után, 2015 után azért voltak itt mélyvő ugye az iskolának, mi is éreztük, hogy egyre több megint a gyerekek magatartási problémája. És akkor csatlakoztunk, például én találtam meg ezt a programot a Békés Iskolák programhoz, ami nem egyéni esetkezeléssel, hanem szervezeti szinten projekthetek, kampányok szervezésével szervezeti szinten ad választ arra, hogy csökkentsük az intézményben a bántalmazást, az agressziót.
Tehát, hogy egy olyan utat jártunk be, ami úgy gondolom, és közös utat jártunk be a kollégáimmal. Most már ugyan a tantestület 60-70%-a lecserélődött azóta, néhányan vagyunk még, akik a régi időszakból, tehát még a 90-es évek elejéből itt voltunk és dolgozunk, de úgy gondolom, hogy nagyon szép ívet járt be az intézmény a tekintetben, hogy honnan indultunk, és ezt a kollégák, amikor elmondjuk mondjuk az egymiknek, vagy a hasonló gyógypedagógiai intézményeknek, vagy máshol is elmondjuk az intézménynek a történetét, azért így ámulva hallgatják. Igen, valahonnan mindig el kell indulni, és amikor én megyek tanácsadásra egy intézménybe, akkor azt mondom, hogy én a mi történetünket tudom elmondani, de mindenhol vannak egyéni sajátosságok, egyedi adottságok, ha valaki változtatni szeretne, el kell indulni. Nekünk az volt a szerencsénk, hogy emellé nagyon karizmatikus vezető volt a Teri annak idején, és emellé társult egy nevelőtestület, aki partner volt ebbe. Mert azért szokták mondani, hogy egy fecske sajnos nem csinál nyarat, és az is igaz, hogyha a vezető nincs mellette például a változtatásoknak, akkor ugye az általában halálra van intézve, tehát abból nem sok minden valósul akkor meg. Tehát, hogy egy ilyen utat jártunk be, és akkor még egy dolog ezzel kapcsolatban. Amikor egymik lettünk, akkor 2003-ban biztosított egyébként a jogszabály lehetőséget arra, hogy egymévé válhattak az akkor még speciális általános iskolák, akkor a Teri mindjárt meg is alapította, nem olyan mindjárt, mert három év csúszással az Egymi Országos Egyesületet. Tömörítette ő az egymiket, ma Magyarországon 118 egymi működik, abból 77 egyesületi tagunk. Ennek az egyesületnek én most a elnöke vagyok, és a Locsmándi Alajos az elnöke, aki egyébként Budapesti Mozgásjavító Egyminek a vezetője. Ugye sok mindent említettél most ebben a kis összefoglalóban. Van esetleg olyan eset, amit így ki tudnál emelni, ami mondjuk az évek alatt történt, ugye most egyet itt említettél is, de hogy például az, hogy mondjuk egy gyerek honnan, hová jutott, és mondjuk az a legnagyobb fejlődést ért el a te pályafutásod alatt, vagy akár a szülőkkel együtt, hogy hova jutottak. Igen. Azért kevesen gondolnák, hogy nekünk is vannak olyan, vagy voltak olyan, mégis vannak is olyan tanulóink, akik országosan kiemelkedő eredményeket értek el például sportban. Például azt kevesen tudják, hogy a mi végzett tanulóink közül, és most az elmúlt 20 évről beszélek, vannak bizony olyan gyerekek, akik leérettségiztek. Aztán olyan gyerekünk is van, akik a köztársasági őrezetben, ugye az ő most úgy Kecskeméten lakik, de katona ember lett. Tehát, hogy vannak itt sikertörténetek, igen, a szülőkkel együtt, és egyébként ez, aki a köztársasági őrezetben állt vigyázba, ő nevelőszülős gyerek volt, tehát állami gondoskodásban lévő gyerek volt, ezért is még kiemelkedő az ő története. Aztán volt például olyan autizmussal élő gyerekünk, akit üldöztek az általános iskolákból egyszerűen, mert annyira szabálykövető volt a fiú, hogy rászólt mindenkire, hogy nem beszélgetünk korán, hogy őt azért bántották a társai, aztán eljött hozzánk, elvégezte itt, és aztán leérettségizett Budapesten egy gimnáziumba. Tehát, hogy vannak ilyen sikertörténetek, és ezért is, és talán a gyógypedagógiába, hogyha össze akarom hasonlítani a hagyományos értelemből pedagógiába, akkor, hogyha egy párhuzamot szeretnék vonni, akkor a hagyományos értelemben a pedagógia úgy működik, hogy ha van egy ajtó például, akkor oda megyek az ajtóhoz, fogom a kulcsot, benyomom a zárba, kizárom, fogom a kilincset, lenyomom, kinyitom az ajtót, belépek, becsukom az ajtót, visszadokom a kulcsot, bezárom. A gyógypedagógiában az úgy néz ki, hogy odalépek az ajtóhoz, bedugom a kulcsot, és nem akarja kinyitni, kihúzom a kulcsot, látom, hogy sóriásat, le kell kicsit reszelni. Visszadugom a kulcsot, kizárom, húznám, de látom, hogy hát talán meg kell emelni, megemelem, de látom, hogy szorul. Hát akkor levesszük az ajtót, egy picit meggyaluljuk alul, na most már azért jobb lesz. Tehát, hogy azért lassabban jönnek az eredmények is, mint a hagyományos értelme vett pedagógiában, de úgy gondolom, hogyha a szülő látja ezeket az eredményeket, akkor az nagyon épp most voltam egy karácsonyi műsor, hogy jövök éppen nagyon megható műsor volt a felhőóvodai csoportunkban, ahol autizmussal élő gyerekek vannak, és látván a szülők mosolyát és könnyes szemét, mondtam a kollégáimnak is, hogy a pedagógusnak nincs jobb visszajelzés a munkájáról, mint hogyha látja a szülő mosolygó szemét és örömét a gyermekébe. Azért tudni kell az autizmussal élő gyerekeknek, hogy nekik nagyon súlyos, akár súlyos viselkedés szabályosítási zavara is voltak. És az én kollégáim olyan elkötelezetten dolgoznak, hogy azt kell mondjam, hogy le a kalappal előttük, és meg is köszöntem a munkájukat, és mondom, látva a szülők arcát, ők is azért hozzák ide, mert látják ők is a fejlődést, ami sokkal lassabb, mint egyéb értelmű, egy más, ahogy mondom, normális gyereknél, de jönnek szépen az eredmények. És azt egyébként az autizmus, ha már autizmussal élő gyerekről beszélünk, nagyon nehéz egy szakértői bizottságnak is megmondani azt, például egy nem beszélő autistánál, hogy bocsánat, neki az értelmi képességei milyenek.
szuperintelligens, vagy akár lehet értelmi fogyatékossággal is társult az állapot. Tehát az autizmus az gyakran csak nem vezető tünet, hanem kíséri tünet, de lehet vezető tünet is. És például az autizmussal élőknél a beszéd, mint kommunikáció nem is számít tulajdonképpen kommunikációs síknak, hanem náluk például a képi kommunikáció az, hogy például a napirendi kártyákból értenek ők. Tehát, hogyha a szülő ezt alkalmazza, akkor más sikerünk van, hogyha otthon is csinálja azokat a módszereket, követi, amit a pedagógus elmond neki, akkor eredményesek lehetünk. És egyébként nagyon fontos dolog az, főleg náluk, hogy minden gyerekhez egyedi kulcs van, tehát egyénileg kell megtalálni azt, és az egyéni bánásmód ilyen szempontból nagyon-nagyon jól érvényesül az intézményünkben. Amit azt kell, hogy mondjam, hogy azért határainkat feszegetjük mi is, mert 150 gyermekünk, óvodás, általános iskolás, készségfejlesztő iskolás gyermekünk van, ez most az utóbbi időben évről évre növekedett, és azt kell, hogy mondjam, hogy az autizmus élők száma pedig ugrásszerűen nőtt. Az óvodánk és az alsó tagozatunk is, van is nagy számmal vannak ezek a gyerekek. Ez egy generációs hullám egyébként, aminek még csak az alján vagyunk. Itt beszélhetnénk a digitalizációról, arról, hogy például a diagnosztizálás is fejlődött, arról, hogy az orvostudomány is fejlődött, ennek mind-mind köze van ahhoz, hogy ilyen sok ilyen típusú gyerek van. Egyébként csak egy amerikai kutatást említsek. Hát nem jó irányba haladunk, éppen a digitalizmus kapcsán, mert hogy 2050-re azt jósolják amerikai kutatások, és nyilván arra vonatkozik, arra a régióra, hogy minden ötödik ember érintett lesz autizmusban. Tehát, hogy azért ez egy döbbenetes szám, hogy valamiféle autista szokása, valamiféle autista vonulat, minden ötödik, tehát a lakosság 20%-a lesz érintett ebben. Úgyhogy, hogy aztán ez jó vagy rossz, azt majd meg fogjuk látni. Minden esetre ezek a gyerekek is fejleszthetők. A mi dolgunk az, egyébként nem csak nálunk, hanem valamennyi sajátos nevelésig egy gyereknél, hogy a képességei optimumára fejlesszük. Végezzenek el szakmát, illeszkedjenek úgy be a társadalomba, hogy ők is önálló életvezetésre képesek legyenek, és legyen nekik családjuk, és építsék ők is a társadalmat. Tehát a mi fontos küldetésünk az itt, hogy ezek között a gyerekek között is nagyon korán találjuk meg azokat, akik képesek erre, és ezeket fejlesszük aztán. És aztán nyilván lesznek mindig olyanok, akik alacsonyabban teljesítenek, őket pedig arra kell fölkészítenünk, hogy otthon a családban, tehát olyan készségeket, képességeket sajátítsanak el, erősítsünk mi bennük, amiben az otthoni családi munkát tudják majd segíteni a szülőknek, amikor majd idősebbek lesznek. Tehát mindenképpen az önállóság az nagyon fontos dolog. És ebben a szempontból azért a szülőkkel is nekünk dolgoznunk kell. És mindig a kollégáimnak mondom, hogy nem szabad a szülőkre mutogatni. A szülőkkel le kell ülni, és a szülőkkel meg kell találni a közös hangot. És azért nekem kell leültetni a szülőket, és nem fordítva, mert mi vagyunk a pedagógusok. Ezt a szakmát mi tanultuk. Tehát, hogy én ismerek olyan intézményeket is egyébként, ahol a szülők külön Facebook csoportot hoznak létre, meg a pedagógusok, egy megy a sántabás. Ez nagyon csúnya, nem szép, és nem visz előre. Tehát azért kell a pedagógusnak alázatosnak lenni, hogy eredményt érjük el a szülőkkel is. Van, én is gyakran, hogy ötször ülök le egy szülővel, mondom el neki, és talán hatodikra megért, és én nagyon fogok neki örülni, hogyha megértette hatodikra, hogy az ő dolga mi ebben a feladatban. De egyébként úgy gondolom, hogy nekünk alapvetően pontosan ezeknek a módszereknek köszönhetően nagyon-nagyon partneri a szülőkkel való viszonyunk. Nagyon sokan járnak szülői értekezlete, érdeklődők, van az intézményünknek, és ez most egy picit a reklámhely, egy Facebook oldala, a Kiskörösi Egymi, ahol folyamatosan megosztjuk egyébként az intézménynek az eseményeit, és én vallom azt, hogy ezeknek a gyerekeknek, mint valamennyi gyerekeknek a mai világban, az élményszerű nevelő-oktató munka a fontos. Tehát a gyerek nem arra fog emlékezni, amikor én nyöztetem vele a 3x3-at, meg most tanuljuk a biflázd be az évszámokat, hanem arra fog emlékezni például egy projektoktatás során, hogy hát én voltam a Mátyás király, vagy a Napóleon. Vagy mit tettünk ott azon a projekt záron, és milyen finom volt az a vaddisznósült például, mert az egyik apuka vadász, és ő hozott be. Vagy arra, hogy emlékszem, amikor a te apukád bejött, és egy szakmát mutatott be, mert cipész apukád is megmutatta, hogy kell. Tehát ezekre a dolgokra fognak emlékezni, és ez az, amivel lehet nevelni, oktatni a mai tanulőfűságot. De visszatérve egy kicsit arra, amit mondtál a kutatással kapcsolatban, ugye, hogy 2050-re ugye meg fog növekedni az autistáknak a száma, hogy de ez nem egy velünk született betegség? Van ilyen, hogy digitális autizmus. Uh-huh. Velünk született is, és azért mondtam, hogy a diagnosztika egyre, az autizmus ez egy spektrum. Uh-huh. És nyilván azok is, akik
itt beszélünk mondjuk arról, úgy mondjuk, hogy magasan funkcionáló autizmussal élő gyerekek, vagy fiatalok, akik most arról beszélünk, akik kommunikálnak, beszélünk, nekik el lehet enyhe viselkedészavaruk, de ők, és van a nagyon súlyos, az alacsonyan funkcionálók, akik mellé még társult mondjuk értelmi fogyatékosság, értelmi sérülés, tehát hogy ez nagyon széles. És a diagnosztika is olyannyira fejlődött, hogy egyre szélesedik a kötet, ezért kerülnek egyre többen bele ebbe a... Nekem van egy pedagógus ismerősöm, Szelecki Istvánnak hívják, aki tanárember egyébként, ő felnőtt korában kapta meg az autizmus diagnózist. Tehát, hogy náluk, őnek viselkedés szabályozási problémái voltak világ életében, például azt, hogy egy buszmegállóba kimenni, vagy egy, és mindjárt mondok erre egy nagyos példát, egy lakodalomba menni, ez egy olyan, mintha tűvel szurkálnák az ő idegrendszerét. És meg is történt, hogy elment az ő feleségével egy lakodalomba, és hétfőn megy dolgozni, és a kollégáim mondták neki, hogy Pista, hát voltál lakodalomba, és jól érezted magad? És erre azt mondta, hogy hát nagyon rosszul éreztem magam, de szerintem tudtam viselkedni. Tehát, hogy például az épértelmi autizmussal élő gyerekeknél, akik egyébként az integráló intézményekbe ülnek ott, és nagyon fontos dolog azt hangsúlyozni, hogy a mi intézményünknek, amikor egymivé váltunk, tulajdonképpen az egymi, az egy integrációt támogató feladat. Ezt most az utazótanári intézményegység látja el, és biztos az ő feladata az, hogy gyógypedagógusokat küldjünk ki azokba az intézményekbe, ahol sajátos nevelési igényű gyerekek vannak, és a délutáni kötelező rehabilitációs, pedagógiai célú rehabilitációs foglalkozásait megtartsák ezeket, plusz érzékenyítő programokat szerveznek, plusz ezeknek a gyerekeknek versenyeket szervez, tehát megkeressük azokat a pontokat, ahol ők is sikerélményben részesülnek. Tehát nem csak, hogy hátcsopatba ülünk itt az iskolában, és nem vagyunk, mi megkeressük azokat a pontokat, amik ők is ki lehetnek emelve. Például van egy ünnepáró rajzpályázatunk, ami most meg lett hirdetve, és azt hiszem, hogy rekordokat döntögetünk, mert több mint 400 rajz érkezett be a térség intézményeiből, sajátos nevelési igényű gyerekek rajzolták mindezeket. És aztán ezt kiállítottuk most az intézményünk aulájába, de ez hagyjam, mert amikor majd visszavünk az ünnepekről, akkor januárban kivisszük az integráló intézménybe. És ők is készítenek ott egy kiállítást, és aztán kihívják azt a sajátos nevelő igényű kis gyerekecskét, akit egyébként az egész iskola nem is ismert, meg nem is hallották még az ő nevét, és nyilvánosan megdicsérik. Tehát, hogy ezek azok a sikerek, amiket mi itt próbálunk a sajátos nevelés igényű gyerekek számára biztosítani. Tehát ezt mondom, ez egy olyan vonal, hogy van egy utazótanári intézményegység, amely szervezi ezt a dolgot, tulajdonképpen itt tankerületi szintre kell gondolni. Van még két egymi, a Kiskunvalasi és a Dunabecsei egymi, ők is hasonló feladatokat látnak el, de például a mi utazótanári jó gyakorlatunkat adtuk át nekik most például az elmúlt évben. Milyen gyerekek, vagy milyen betegséggel rendelkező, nem tudom, hogy ezt lehet a betegségnek mondani, rendelkező gyerekek járnak hozzátok az autistákon kívül? Az autizmus sem betegség, és nagyon jó, hogy szóba hoztad, ez egy állapot. Igen, ezért kérdeztem, ez egy állapot, ez egy eltérő idegrendszerű fejlődés. Tehát hangsúlyoznám egyébként, hogy a tudomány jelenlegi álláspontja szerint. Ugyanis nagyon fontos, hogy folyamatosan kutatások folynak abban az irányban, hogy ez bizonyíthatóan, ez egy, úgy, ahogy te mondtad, egy gyógyítható betegség, vagy pedig ez egy eltérő idegrendszeri, jelen állás szerint hangsúlyozom, eltérő idegrendszeri fejlődés, állapot. És mint olyan, terápiákkal, egyéni fejlesztéssel lehet orvosolni. Amíg nem bizonyított ez a része, hogy ez valamiféle olyan betegség, ami gyógyítható. Egyébként is azért nagyon sok szülővel találkozunk, akik azért nem fogadják el. Tehát a sérült gyerekeknek az elfogadása a szülői oldalról is támogatást igényel. Van egy ilyen, hogy még a csodát várom, mindenfélét kipróbálok a gyerekeken most, mindenféle diétát alkalmazok, még gyógyszert is adok neki át, ha nem. Ez egy állapot. És mint olyan, a sérülés is állapot. A sérült gyerekekről ugye az lehet egy vele született sérülés egyébként, például egy magzati oxigén hiányos állapot eredményezhet például az értelmi, a tanulásban olyan elmaradottságot, ami miatt sajátos nevelési igényű lesz a gyermek. Lehet például szerzett is, ez a ritkább eset például, amikor történik vele egy baleset vagy egy trauma, és akkor történik ez a sérülés. De semmi esetesen betegség, hanem minden azt mondom, hogy állapot. Van egy ilyen kategória, hogy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő. Ez a BTM-en tanulók, ez a pedagógiai szakszolgálathoz tartozik ez a kategória. Ezek a gyerekek jól fejleszthetők, és ez egy, hogy úgy mondjam, megszüntethető állapot. A sajátos nevelési igényű kategória az egy tartósabb, hosszabb,
gyógypedagógiai segítségnyújtást is igénylő folyamat, például az integráló intézményben, akik ilyenek vannak, például a diszlexiások, a diszkalkúriások, a diszgráfiások, írásszámolás, olvasás területén, tehát ismerjük ezeket a kategóriákat, ott gyógypedagógiai segítségnyújtás kell, és ez bizony tartósan lehet azt fejleszteni, de tartósan olyan állapot az, hogy az vélhetőleg az egész élet szakasz folyamán fenn fog állni. Ez a különbség a kettő között. Ugye most már intézményvezetője vagy az Egyműnek, de előtte ugye tanárként vagy pedagógusként dolgoztál. Ugyanúgy megtartottad ezt, tehát ugyanúgy tudsz tanítani is gyerekeket, vagy már csak az intézményvezetői dolgokkal foglalkozol? Tulajdonképpen én vezető 2010-től vagyok az intézményben, akkor már említett Radicsné Szerencsés Terezia, és Nagy István volt, aki egyébként a Művelődési Háznak is volt igazgatója, ő volt nálunk egységvezető, szakszolgált, pedagógiai szakszolgált vezető volt. Kértek fel engem, hogy a Nagy Pista nyugdíjba vonult, hogy én legyek egységvezető. És akkor gyakorló pedagógusként ugye hát elgondolkodtam, úristen, mondom, ez mégis csak egy nagy ugrás, hát felső vezetővé válni, az a katedráról lejönni, és valamiféle másféle tevékenységet végezni, az azért nagy kihívás. És aztán belevágtam, és mégis nem bántam meg, viszont most is van kötelező órám gyerekekkel, meg volt helyettesként, tehát voltam egységvezető 5 évig, voltam 5 évig intézményvezető helyettes, és most felsővezető vagyok, vannak kötelező óráik, és nagyon jó, úgy gondolom, hogy egy felsővezetőnek is legyen kötelező órája a gyerekekkel, de úgy gondolom, nagyon sok az olyan munka, ami elvonja erről a figyelmet. Tehát egy intézménynek a szervezése, működtetése ma már egy igazgatónak nem olyan kompetens, tehát sokkal bővebb kompetencia tárral kell rendelkeznie, mint például 30 évvel vagy 40 évvel ezelőtt, ugye? Tehát egész más, itt pályázatírónak kell lenni, itt coachnak kell lenni, itt koordinálni kell olyan dolgokat, amik egyébként 20-30 évvel nem is működött volna. Tehát nagyon sok olyan dolog van, nagyon sok olyan kompetenciát kell a mai intézményvezetőnek magára venni és fejleszteni ezeket a kompetenciákat, amik a sikeres, ahhoz, hogy sikeresen működjön például a média, például az, hogy PR, hogy az intézmény, versenyhelyzetben vannak az intézmények. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez jó vagy rossz, arról vitatkozhatunk, viszont a média világ az ezt hozza magával, az internetes világ ezt hozza magával, hogy ott van, mindenki szeretné, hogy lássan, és bocsánat, a kiskörösi egymilliódalom is látjuk, mi is annak örülünk, hogyha sokan látják a dolgainkat, és lájkolják, és látják, hogy milyen munka folyik ott. Tehát, hogy ez egy teljesen más világ. Nincs is ezzel baj, ezzel a változással. A gond talán ott kezdődött, hogy éppen a digitális eszközöknek köszönhetően egy nagyon gyors kultúraváltás történt itt most. És a rengeteg problémás gyerek is azt jelzi, akiket egyébként szakértői bizottsághoz küldenek, és már nincs, az integráló intézmények is ugye lassan fódokolnak, hogy a digitális korszak egy nagyon gyors 10-20-10-15 éves kultúraváltást hozott, ami egyébként 50-100 év alatt zajlik le normál esetben. Tehát, hogy itt és az oktatásban nem történt semmi. Ugye azt látjuk, hogy a nevelő-oktató munkában ugyanazokkal a pedagógus módszerekkel próbálnak dolgozni az intézmények. Azt azonban látni kell, hogy ma már azzal az attitűddel bemenni órára, hogy én vagyok a tanár, és ti azért tanuljatok, mert nekem tekintélyem van, és azt meg kell tanulni, mert, és az, amit én mondok, a szentírás, eleve bukott, hiszen a gyerek megnézi a telefonját, és azért, tehát ma már a tanárnak inkább egy ilyen facilitátori, sokkal inkább a tudás irányába mutató szerepet kell betöltenie, megmutatni a gyerekeket, ösztönözni arra, és erre utal egyébként ezt valósítja meg a gyakorlatban a kooperatív tanulás, hogy kooperáljanak együtt, szerezze meg a saját motivációból tanuló, és a telefonját arra használja, hogy ne borzasztó oldalakat nézzen rajta, hanem amikor ott van egy földrajzúra, na keresd ki ezt és ezt, mit ír a főváros, hogy gyűjtsetek adatot. Például döbbenetes, hogy a mai fiatalok, bármilyen, ez például a saját szakmai tapasztalat, ha egy QR kód mögé elrejtek bármilyen száraz olvasmányt, vagy ismeretterjesztő szöveget, azt a gyerekek úgy feldolgozzák, hogy nem is igaz. De csak azért, hogy egy QR kód mögött van, és kellett valami digitális. Tehát, hogy ezeket a dolgokat ki kell, hogy használjuk. Használjuk ezt ki. És úgy gondolom, hogy van itt egy generációs kérdés is, ami megint csak megnehezíti a mai korvilágát. Ugye egészen a kis telefont nyomogató alfa generációtól a baby boomerekig, ugye itt vannak a most nyugdíjba menő kollégák, akik még egy feszesebb világot képviselnek, és látva, és ott vannak az Y generációs munkavállalók is, akik már azért lazábbak, ugye, tehát hogy azért nem, és
intézményvezetőnek össze kell hangolni. Tehát, hogy azért tanuljuk meg tőletek, kedves kollégák, azt, amit a munkaérjente tisztelt, tőletek az informatikai dolgoknak a használatát, és nem szégyen tanulni. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy egymástól tudunk tanulni, mindenkitől a jó dolgot tanuljunk meg. És tényleg például az, hogy ezek a ifjabb generációk nem is ismerik el a főnök beosztott viszonyt, hanem a partneri viszonyban néznek. És hogyha nekem vezetőként van arra affinitásom, hogy én úgy kezelem azt a munkavállalat, hogy meghallgatom, hogy visszajelzek neki, és nem már pedig én vagyok a főnök, és ezt meg fogok csinálni, hanem beszéljük meg a dolgainkat, akkor úgy gondolom, akkor lehet előrébb jutni és előrébb lépni a munkahelyen is. És ha már az előrébb jutás, előrébb lépéssel zártad ugye ezt a mondatot, az lenne a kérdésem, hogy mi az a, hogy tudod elképzelni magad a következő 5 évben? Hát, látván a köznevelésben zajló eseményeket, nem lesz könnyű dolgom egyébként, de úgy gondolom, hogy egy olyan kollektívának, egy olyan közösségnek vagyok a vezetője, amely azonban már megmutatta több ízben is, hogy nehéz időszakban összetartva rendkívüli eredményeket lehet elérni. Én úgy gondolom, hogy egy olyan kollektívánk van, aki és a felmérésekből, amit mondtam, mérésből is kiderül, hogy altruista. Tehát, hogy egyrészt szerezzük a tudást, de azt meg is osztjuk a környezetünkkel. Tehát meg is mutatjuk. Innovatív nagyon a közösség. Én mindig rácsodálkozom a kollégiaimnak a kreativitására. Tehát borzasztó, hogy egy pedagógus is. Nem csak róluk beszélek, hanem az országot járva például látván, hogy ha arra építünk, és tényleg arra építünk, és nekem vezetőként az a feladatom, hogy lehetőséget biztosítsak a kollégák számára, hogy képezzék magukat. Lehetőséget biztosítsak arra, hogy a tudásokat osszák meg a kollégák körében. Lehetőséget biztosítsak arra, hogy mindenféle jó, nemes kezdeményezést megvalósítsunk az intézménybe. És lehetőséget biztosítok arra nyilván, hogy azokat a módszereinket, amiket most alkalmazunk, folyamatosan bővítjük, mert egyébként bővítjük is most például a fonomimikát, vagy most a robotika. Tehát, hogy ezek a módszerek mind-mind jók, és működnek is a gyakorlatban, motiválják a gyerekeket. Tehát nekem vezetőként koordinálom kell úgy egy intézményt arra, hogy tulajdonképpen, ha a gyerekeket nézem, akkor sikerüljön kialakítani egy egyéni bánásmódon alapuló tanulási környezetet. Tehát, hogy minden szülő azt érezze, hogy az én gyerekem, aki idejön, az nem csak beül egy osztályba és ott, hanem rá különös figyelem van. És ezt tudom, hogy nehéz, és ennek talán a személyi feltételei még nem igazán adottak az intézményünkben, bár nagyon sokat köszönhetünk egyébként a fenntartónak, mert az utóbbi időben például 2 asszisztenssel is bővültünk, de azért úgy gondolom, hogy ezt érzik, ezt érzik meg a szülők is az intézményben, hogy mi azon vagyunk itt, hogy a gyerekeknek jó legyen. És egyébként a kollégákkal is, hogyha vitáink vannak, mindig leülünk, és hogyha arra tereljük a szót, hogy bocsánat, itt azért vagyunk itt, hogy a gyerekeknek jó legyen. És úgy gondolom, hogy mi ezért dolgozunk, hogy az a gyerek, aki ott ül bent, az úgy végezze el itt nálunk az iskolát, hogy minden esélyt megkapott rá, és a képességei maximumára sikerült őt fejleszteni. Tehát, hogy egy változó világ következik, most visszakanyarodva a kérdésre, én úgy gondolom, hogy sikeres volt eddig is az intézmény, az én feladatom azt, hogy ezt az országosan egyébként vezető szerepet a továbbiakban is erősítsem és megtartsuk. Én gratulálok az eddig elért eredményeidhez és a pályafutásodhoz, és nagyon sok sikert kívánok a jövőben is, és köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget.